bárja meg Önöket, kiszavazó testület délután említjük meg Önöket, dr. Marosi Endre, jutadó, mint történetben 1956 című könyvének bemutatójára, ide Pestre. Éves koromig átéltem, és tulajdonképpen
ezek az eseményeknek a rekonstrukciója, ezektől tartott ismertetések vittek el oda, hogy Pesterzsébeten az 56-os eszme nem került kiárusításra. Itt van némi tiszteletet. Van ennek a könyvbemutatónak egy nagyon fontos járuléka. A napokban egy hír jelenik meg az interneten, amelyben a rendőrség tájékoztatta a nagy érdemű közönséget, hogy ügyészi határozatra megszüntették dr. Havas Szófia ellen a nyomozást. Na most, aki ismeri a történetet, az a következő történt. Havas Szófia tavaly a forradalom 60. évfordulóján a moszkvai állami tévében egy olyan nyilatkozatot tett, hogy köszöni a szovjet csapatoknak, mert akik harcoltak, azok valódi fasiszták. Ezek után ment egy feljelentés, a rendőrség elkezdett nyomozni, az ügyészség leállította. Mi nem tehetünk más, mert nem akarom azt mondani, hogy a törvényesség idejutott, törvények valószínű ismeretében azt lehet mondani, hogy nem történt bűneset, de nekünk hangoztatni kell a saját igazságunkat. Hát térjünk a könyvre egy kicsit vissza. Én jól ismertem Oltványi Lászlót, a 20. kerület nemzetközi parancsnokát. Ismertem annak bizalmatlanságát a fiatal néphadseregbeli tisztek és katonákkal szemben, és féltem, hogy ez a bizalmatlanság bizonyos összeütközésekhoz fog vezetni. Aztán jött november 4-e. Mi november 3-án úgy készültünk, hogy 5-én elmegyünk dolgozni, helyette reggel 4 órakor ágyúdörgésre értettünk. Mindannyian bementünk a Városházára, a Forradalmi Nemzeti Bizottság helyiségébe. Két ember hiányzott a társaságból, az egyik Oltványi, aki teljesen érthetően kint járt a frontvonalba, és egy fiatal nemzeti bizottsági tag, Weiss László, forradalmi ifjúság képviselője, aki a forradalmi diákság képviselőjeként került a forradalmi ifjúság szervezetébe, Kossuth diák volt, érettségére készült, 4. bejár. Ő diák, még dühösek is voltunk rá, aztán pár nap múlva megtudtuk, hogy 7 órakor egy szovjet páncélos kilőtte azt a személyautót, amivel a forradalmi ifjúság központjába igyekezett az Ottendinden utcára. Még egy apróságom van, mert ha megkérdezném Kossuth diákokat, a mai Kossuth diákokat, hogy ki volt Weiss, nem hiszem, hogy sokan tudnák. Nekem még ez a feladatot, hogy már a Róka Rádióban van emlék táblája, hogy a Kossuth gimnáziumban legyen Weiss Orcinak is valami megemlékezése, mert megértem. 14 órakor jött be Oltványi László, mosolygott és azt mondta, gyerekek, ami a jutalunkon megy, az csodálatos. Ezek igazi magyar fiúk, jó katonák. Ennél több dicséretet nem lehet mondani. Jó katonák, akik teljesítették a parancsot. A ma bemutatásra kerülő könyv címe Jutató mi történetben. Akár lehetne egy igényi történet. Mondjuk arról a jutadomról, amiről én csúsztam.
piszkálta, szánkolt, itt volt először sítat a lábamon. Ez volt a szegény embereknek a Samáriából tanultak szánkolni, síelni, onnan csúsztunk le. Ma már elfogadtak. De ez a könyv nem. Ez a könyv nem indít történetet tárgyal, hanem tárgyalja a jutalomból szolgálatot teljesítő tüzéletnek a rettenetes drámáját, a harcát. Két harc. Egyik a szovjet letörő páncélosok ellen, akiket ávósok kísértek, ezeket meg lehetett utamítani. De a nyomozók aljas tevékenységével már nem lehetett szembeszállni. Ezek mögött nem állt ügyvéd, egyetlen egy ügyvéd se, aki azt mondta, hogy nem mond ezt. Többször változtatták emiatt a saját elképzelésük szerint a védelmüket, egyre jobban mered a bajokat. A végül hétük halála, ezeket kivégeztek, 11 halálos ítélet, és nem szabad megfeledkezni a közülük a legtökéletesebb parancsnokot, aki ellátta feladatát a jutalomból, a Friedrich László, aki öngyilkos. A könyvnek van még egy része, ahol az első sorossági úti harcokat taglalja, az úgynevezett Adva-gyári csata. Én emlékszem azokra a fiatalokra, akik kiosztott fegyverekkel, amit akkor kaptak meg, és 10 perces kiképzésben megtanították nekik, hogy kell betárazni, és hogy kell üríteni, és hogy kell lőni. Mentek le a Somogyi csónakházra, mert az a hír járta, hogy ott fosztogatók vannak. Lejöttek, kisült, hogy nem voltak fosztogatók, hanem a bérők vitték haza nyári holmiaikat a lakásra. Jöttek föl, amikor egyszer csak egy autóból valaki rohant végig kocsival a soroksáriktól, kiabáltól jönnek az ápolósok. Na hát erre a gyerekek azonnal oda mentek harcolni ezekkel szemben. Az ápolósok nem ápolósok voltak, hanem egy jól kiképzett gyalogosezred, lövészezred, és ezek a gyerekek nem tudták, hogyha partizánunk ez a belecsépnek az ellenségbe, akkor azonnal föl kell állni, mozogni kell, mert ezt már 1871-ben a franktérőrök kitalálták az Ardennekben. A 10-24 nemzetőből, aki akkor kivonult, 15-öt harcban lelőtte. 5-öt elfogtak, mivel utólag azt mondták, hogy spatáriális tárgyalást tartottak, lelőtték őket. 5-öt lelőttek, egy életre maradt. Az egy életre maradtól tudjuk a történeteket. A kivégzettek között volt egy Rásó László, aki 16 éves és egy napos volt. Előtte ünnepelte, előtte való nap, 16 éves születésnapját. A statáriális eljárás lett volna, akkor nem lehetett volna kivégezni. Helyette kivégezni. Tulajdonképpen a könyvnek a legnagyobb érdeme, még a bemutató van, hogy ezeket a történeteket elmondta. Még egy forradalom után, jó pár évvel, 1985-ben Münchenben találkoztam Ottványi Lászlóval. Ottványi Lászlóban egyre inkább fölmerült az a kétség, hogy érdemes. Állandóan rágtuk magunkat, ő el bennem ezt a nézést, hogy vajon
Nándorfehérvár volt az utolsó nyert háború. Csatánk volt sok, amit megnyertünk, háborúnak nem nyertünk. Azt mondja, hogy minden másképp elpusztult volt. Elpusztultak itt az avarok, a gepidák, a hunok, elpusztultak a rómaiak, hogy mégis ezer év után itt van. De hol vannak azok, akik bennünket el akartak pusztítani? Hol vannak a mongolok? Hol van a török birodalom? Hol van a harmadik birodalom? Hol van a harmadik birodalom, amely 44-ben megszállt bennünket? És hol van a Szovjetunió? Mi meg itt élünk, fejlődünk, próbáljuk országunkat függetlenné európaivá tenni. Sajnos azt kell mondanom, hogy mi, hála Isten élünk, azok elpusztultak. Ezekre emlékezve akarom mondani ennek a könyvnek, kihangsúlyozni ennek a könyvnek a jelentőségét, és azt, hogy ennek a könyvnek jelentős szerepe van abban, hogy egy pestecsépet, illetve 20. kerületi esemény, amelynek országos hatása van, mert ennek köszönhető, hogy Pestecsépetben csak november 11-én jöttek be az oroszok, itt vereséget szenvedtek, szerelvényeket elhagyva távoztak erről a csatatérről, és a sorossági úton, illetve most Helsinki, illetve Krasnodar úton, akkor nem volt katonai mozgás. Ezeknek a tüzéleknek köszönhető. Hölgyeim és uraim, ezeknek a gondolatoknak egyébe nyitom meg a mai sajtótájékoztatót. Köszönöm szépen, Smolyvári Géza úr. Hiteles történelmi szennyezését köszönjük a gondolatait. Most pedig szeretném, hogyha megnézni közösen a Kossuth-Rőző Gimnázium Memento színkörének előadását, melyet Takaró Mihályné tanárnő rendezett, állított színpadra, melyben saját magát Somogyvári Gézát is a figyelmet fel fogják vélni, igaz, hogy kamaszkor jelentelmet fogja visszaidézni mindazt, amit ő személy szerint átjött. Egy nagyon érdekes irodalmi összetetőt lehetünk tanulni, és engedjük meg, hogy nyílt színen köszönjem meg a Kossuth-Rőző Gimnáziumnak személy szerint Takaró Mihályné Márta tanárnőnek azt a sok-sok éves közös együttmunkálkodását, amelyet Pécsi Erzsébet önkormányzatával együtt végeznek, hiszen számtalan, nagyon-nagyon magas minőségű műsorral állnak rendelkezésünkre, mindig számíthatunk rá, úgyhogy tiszteleti igazgatók úr, köszönjük, hogy itt az első sorban, és jelszerű feladatot is, 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 köszönöm minden azok a fiatalokat, akiket már csak a színpadra szólított. Az előadás címe emlékezés kerületünk 1956-os eseményeiről. Az előadást rendezte, amit említettem, Takaró Mihályné, zongorán is Fekete Bálint. Németországba Petrinyák lép csonka századokat.
Így 14 évesen megismerkedtem az amerikai fogolytáborokkal. 1946 és 1949 között tanulmányaimat a Pesterzsébeti Kossuth Gimnáziumban folytattam 3,5 évig, mert az ÁVO internált az érettségi előtt 4 hónappal. 1953-ig rendőri felügyelet alatt álltam. A Csepeli Érdiványos Gimnáziumban érettségiztem, és rá egy hétre ismét találkoztam az Állambiztonsági Osztály közbiztonsági őrizetében. Valahogy pekjen volt a középiskolában. Vagy csak rossz korba születtem? A Diák Szövetségi Klub megalakuló ülésére érkeztem haza, amikor a házunk előtt 2 AVH-s őrizetbe vett, és bevitt az Erzsébeti kapitányságra. A fal felé fordítva az ajtótól legtávolabbi helyre állítottak, s hagytak saját izgatottságommal főni. Hadd bújjon az ember! Aztán hol is járt oda? Nem tudom. A Népi Demokrácia Rendőrség nem fogja senki csak úgy. Akkor én nem tudom, miért vagyok itt. Maguk azt hiszik, hogy a gimnázium bolyának már értelmiségiek. Mi majd gondoskodunk róla, hogy ne legyenek azok, akik demokráciánra támadnak, életük végéig bánni fogják, hogy valaha megszülettek. Tudom, maga katonaiskolás volt, tudhatná, hogy kémkedésért mindenkor és mindenhol haláljár. Az a szerencséje, hogy a népi demokrácia kegyes és fiatalokat nem ítél halálra, de hosszú büntetése számíthat. Tudom, apja orvos, magából sosem lesz értelmiségű. Jól elszúrta az életét. Kémkedés vágyával rövidesen az Andrássy út 60-ban kötöttem ki, s a bűnöm az volt, mint kiderült, hogy látogattam az amerikai követség könyvtárát, és ez hírszerzésnek, azaz kémkedésnek minősült akkoriban. Vidd innen ezt a szerencsétlen! Falui György vagyok, vers a kihallgatásomban. Egész nap nyúzott, hol bokálhatott a sordított, hol dőlten múltott. Vadul gyűlöl, pedig pontosan tudja, hogy ártatlan vagyok. Hencegni ezzel már én sem kívánok. Bárcsak tettem volna egy keveset ellenük, és nem most kéne kifundálnom kémkedésemet. Mindegy, az embert úgyis elítélik. Az ablakra harán dőlt a nehéz napfény. Fölém jó, hogy Dzsergyiszki fék szakállam bemész. Az álmos kandor a szemébe néztem elfordult. Oldalavást az írógép mellett. Egy nő terített a széken szét, Biden bal felé. Mi volt az apja? Szóval, mikor megint a kávéját. Tanár. Tanár? Nagyon szép. És diktál. Írja! Kapitalista családból származott. Nem. Mondtam, de a nő már lekopogta. És hol tanult? Csapán. Nem. Maga? Én. Jogot hallgattam azóta. Bologna híres egyetemén. Diktál. Két engel írja, hogy Bologna híres egyetemén jártam ki a jogot. Mert már akkor is a fasizmus Bologna voltam. És az is vagyok. Ez lesz a vallomásom. Hitvány lócán ültem. Napesti így színvonalon tárgyal, és ez inkvizícióban engem kivert az unam. Rögjek vagy sírjak? A járdát néztem az út túlján, hol nők és férfiak mutatkoztak, kiket nem fogtak még el. Időkérdése csak. Vágtam volna Álvosom szemébe. Azt is tudom, hogy Zala neve. Semmikor, semmiért, semmiképpen nem cserélnék vele? Hogy idézem Szókrátészt azoknak, kiknek minden szava örök titok. Szörnyűséget elkövetni rosszul, és elszenvedni jól. Hogy adjak hálát Szent Erasmusnak, ki a rabok védő szelleme, hogy néhány kisebb dugással megúsztam, s már visznek lefele. Itt állok most, kiszemelt cellában, karom lecsünk, vénbe rejtét a pont testemhez. Gondolj, súgom Attilára, s fel ne fújj magad. Mit ér le a sorsod? Mit kaptál hazától? Miért jöttél vissza? Minek vagy magyar így bolondul? Téged a föld nem ápolt, és nyom nélkül eltakar. Irány a pince! A többi személy kapitalista bérenc közé! Megfasadt az én volt, mert egy nép azt mondta, elég volt. Nem érti ezt az a sok ember. Mi állott itt meg, mint a tenger? Miért levettek világrendet? Egy nép kiáltott. Október 23-án este
elfoglaljunk valamit. Csak amikor az ávósok orrunk rálőttek arra a küldöttségre, mely az ifjúság kiáltványát akarta kiállítani, indultunk el a Sándor utcába rádió felé. Mi rosszabbak voltunk volna vannál. Futtunk barátok most saját kalottainknak. De ugyanakkor egy ismeretlen, aki majdnem fellőtt a nagy rohanásba visszakiállt. Bárból, bocsánat! Húzom kedven a menekülők, kikerülték a világágyakat, de az utcára érve feljutottak két autó. Ezeket jól összeszív, hisz egyébként sem tudom, hogy már felkerül. A Hangyadomnál, a Törőflóris utcában és a határúton folytattuk a harcot. A
A civilek kézifegyvereken kívül két légvédelmirányúval és egy sorozatvetővel is rendelkeztek. A jutadombi csatában 560 és 700 szabadságharcos vette fel a küzdelmet az oroszok és az állósok haderőjével. November 8-án még egyszer nekik meg. Halló, itt a Róka Rádió adása, Pest Erzsébetiek rádiója. Jelentjük, hogy a forradalmárok nem adják fel a harcot. Nem tesszük le a fegyvert, az utolsó törvényi küzdeni fogunk. Felhívjuk Európa figyelmét, hogy segítsenek, hogy a kiontott vér ne legyen hiába való. Thank you.
Először tisztelettel felkérem Őrsi László történész urat, mutassa be dr. Marosi Endre könyvét, úgy is, mint a Pest Erzsébeti szabadságharc másik szaktekintélyét, tudósát. Nagyon érdekes lesz a két kollega, aki a történelemnek azonos időszakát többször feldolgozta, hogyan beszél egymást. Üdvözlöm mindenkit, és folytatom a kézáról a hozott mehetét, meg azt hallottunk, ugye, hogy ez nem az első Pest Erzsébeti kötet, hanem most már szerződik a harmadik, és még mi is tettünk hozzá egy kettőt ahhoz, hogy a kívánat helyes legyen, sőt, mint a film is készült, éppen a fiatalok hallott említett munkahelyről, ahol készült egy film, meg is lehet találni az interneten, tehát javaslom mindenkinek a figyelmében. Úgyhogy a Pest Erzsébet azt kell mondjam, hogy kitüntetett szerepet kapott az 56 történetében, és hát azt kell mondjuk a hallottak alapján is, hogy nem érdemte erről, valóban rendkívül jelentőségű dolgok történtek a kerületben. Most a kötetről, jutatokról szól, tehát több aspektusból közelítünk meg. Egyrészt a időpont szerint volt két nagyon fontos esemény, egyik a halottunk a hatalmi történet tragédiák, és másik pedig a jutatóbbi harcok. Mindenkettőben voltak ez tragédiák, egyik az adott időpontban, a másik pedig később megtorlás formájában, amely a szerző szintén nagyon kitérje, tehát nagyon részletesen nem csak a forradalom történetével foglalkozik, hanem a megtorlás történetével is. És azon túlmenően pedig még különös hangsúlytabb a kötetben az emlékezés. Tehát ilyen kötetet nem is találunk el, hogy minden síremlékről külön fényképet is adatokon kívül még fényképet is megnézhetünk el, azt lehet egyértelműen megállítani, de szerintem nagyon fontos az emlékezés. De ami számomra még ennél fog, én még ennél is talán fontosabb, tények. Ugyanis mostanában az utóbbi időben sokak számára sokat úgy azt fogják illetni, hogy nem lehet nagyon kideríteni a tényeket, mert hát a legforrásnak egyrészt nem szartalom, mert ugye hát a kárás, a megtolvatóságok belkeiből származnak, másrészt pedig ugye a visszaelégyelésében szintén a magisak. Úgyhogy azt kell, és egyetlenül a szerzőre azzal, hogy az örökölök a rajta kívül is ezt a használat vonalat kívül, és ilyen is megismerhet a történet, mert milyen jó lenne, hogyha ilyen forrásokkal lehetne a korábbi történetekből is felhasználni, akár ókori bővékből történet, az szinte fantasztikus volna. Tehát még 2001-ben vagyunk, hogy a forrásokat tudunk mutatni. Persze, megfelelő forráskritikával is a szerző, ezt nekünk beszélni, nem azt jelenti persze, hogy minden lehívja a sort, kemény forráskritikát kell kezelni, de mindegy, de rengeteg adalék van erre, rengeteg forrás találunk, hát csak az a pillanatban a közöttek a nagy részén képezi, hogy 52 vállalkas per, hát a folyóvinte nem tudná meg valami mennyire, de nagyon komoly, egyébként is még a esetben közülik, ugye, hogy ez a per 52 vállalkas per, az egyik vállalkas per közül, és hát annak az átnézése is már egyébként azt is hozzá kell tenni, hogy az egy külön komoly teljesítmény, jelenes a számos áttanulmányoknak és történeti szempontból bevonni azokból a megfelelő konzekvenciát. Tehát mindazokban, akik a tényeket, egy tények illetik, és a történet, és elsősorban persze a történetről van szó, de a aspektus a történetnek lehet másféle, lehet nem úgy szociológiai megközelítés is hozzáállni a kérdés. Ez a szerzőnek főleg inkább a katonai aspektus az, amely közelebb áll az nyilvánvaló, és ilyen nagyon egyetlen alapos és megbizonyító erő, mint az, amit ír. Tehát a tudatlan ajánlóan elsősorban főleg a közöttet, amiket a tények is a történet rekonstrukciója érdekel. Az a rész, a hozzátartozói
szeretnék vagyok elmondjam, hogy a könyv megjelenését támogatta az 1955-es forradalmi szabadságban a 60. évfordulóra létrehozott 1956-os emlékbizottság. Végezetül pedig úgy illik, hogy maga a szerző is szót kaphasson, úgyhogy felkérhozta Valosi Endre hadtörténész, legyen kedvesen szabad gondolni az érdeklődőkkel, Pest Erzsébeti kutatásainak kezdeteiről, köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy egyrészt, hogy örömmel látásom, hogy hányan tisztelték meg könyvet bemutatóban. Nagyon hálás vagyok, hogy ennyire eljöttek, köszönöm szépen. Öröm látni baráti körömet, akik az elmúlt nagy megkönnyű évtizedben kitartottak a családom és mellettünk, és elhitték, hogy ezt a könyvet ki fogom kutatni, és meg fogom tudni írni. Köszönöm a családom tagjainak, hogy szintén vittek abban, hogy messze a mindig korondáról túl leszerelem az előttári kutatásokra, és egy ilyen terjedelmes kézirat összehozására, amelyben egyébként múlhatatlan értelmei vannak Körösi László történésznek, aki újra és újra nekiveselkedett a kézirat átnézésének, a kisebb nagyobb hibák kiszűrésének, a szerkesztés gondjainak a megoldásával is sok segítséget nyújtott, bármikor támaszkodhattam rá. Ezt külön köszönöm neki. Köszönöm nagyon sok veteránnak, hogy megosztotta velem 56-os emlékeit, vagy ha már a szülei elmentek, elmondták, hogy a szüleik mit hagytak rájuk, és jó néhány interjúval ezt meg tudtam örökíteni a könyvemben, szembesítve a forrásokkal, alátámasztva, hogy amit elmondtak abból, mi az, ami igazán előadható és hiteles, és ahol az emberi emlékezet gyarló, azokat a részeket nem exponáltam az illetők kárára. Tehát úgy gondolom, hogy végtelenül sokat segítettek. Sajnos az idő haladt. Emlékszem, hogy amikor a 60. évfordulóra megjelent az első Pest Erzsébeti könyvem, a Pest Erzsébeti Múzeum évkönyvei keretében, akkor az emlékezés terén az 56-os ünnepségem, meg emlékezésem egy külön hatalmas térség el volt rekesztett, hogy csak 56-osok, családtagjaik, gyerekeik, házastársaik vettek részt. Örömmel látom, hogy a zászlót tartom ma is ugyanez. Viszont ugyanilyen szomorúan kell azt mutatni, hogy már sajnos nincs szükség külön elhatárolt térségre. Kevesebb. A jutalom mi egykori katonák közül is többeket ismertem, még többeknek a családját. Sokáig eljártak közénk. Húgert János, aki mérhetetlen sok adattal segítette minden munkámat ezt a könyvet. Különösen is előtt. Épp a minap írta keserűen a válaszlevelében, vagy a kérdésemről. A jutalom ma már nekem messze van, pár évvel ezelőtt még közel volt. Innen is köszönöm neki, hogy még tegnap és tegnap előtt is a barátságban látott el. Most már ugye a Mecsébiben kötetet írom, amit ő napon-napra végigismert is végigírt, és nem győz mondani az adatokat, hogy segítsen, hiszen ő az életét tette rá, a szabadulása után átlévő életét tette rá arra, hogy a bajtársának az emlékezetét éven tartsa, megőrizze, akik még jelenek azokat összetartsa, amíg János mozgékonyan volt, hogy rendben tudjuk, hogy menne 305-es parcellára, és akik még jöhetek, azokkal
történetnek, az egyik az, hogy nagyon sok iskolában tartottam a 70-es, 80-as években rendkívül történelmi órák, több tízezer színes diák volt, nagyon szívesen vették az iskolát, hogy eljött, én meg boldogan mentem, így kerültem a Pest Erzsébeti Kossuth Lajos Gimnáziumba, ahol Takaró Márta tanárnő fogadott, és egyszer csak megkérdezte tőlem, ez 2004 tanévkezdet volt, hogy ő neki szívügye Pest Erzsébet, őt volt, a tartalék egy rendkívül történelmi órát boldogattam. Természetesen 10 nap múlva már barátokon a Fazekas Péterrel, itt járunk Pest Erzsébetnek, külön megnéztem a kép kockákat, szeptember 12-én, már Péter le van fényképezve a jutatóval, átelemesen gyűjtált az a kilőtt szolgált harckocsi, ami Pest felé forral élte meg a halálos a végzetes lövés, ott van a fénykép, ott van az autó, dokumentum. Na most ekkor én még Budapest védelméről tartott a előadást, és azon belül Pest Erzsébetről, de szorítan, hiszen a város másik évében éltem, és Márta tanárja akkor a kezemben nyomott egy külön nyomatot, Bonyi-Karttal írta a Pest Erzsébeti Múzeum a igazgatója, hogy jól ismertem a helyet, de hogy 56-ban itt volt, az bizony nem tudtam, akkor az még mindig olyan majdnem kapott téma volt, vagy legalábbis nem minden túlságosan részés. Minden esetre egy készítettem ezt a tanulmányt, és rádöbbentem arra, hogy mi mindent lehetett volna még elmondani, vagy lefényképezni, vagy megírni. Ez volt tehát az egyik vonal, a Kossuth Gimnázium. A vonal az első tanulmány, ami Pest Erzsébetről szólt és készítettem. A másik a saját szakmai fejlődés. Én 1977-ben ösztöndíjas voltam Ausztriában. Ott találkoztunk először Czernik professzor úrral. És ekkor egy bécsi barátom, aki 56-os menekült volt, történész, tudmányból kockázatos, amit ő tett, meghívott a lakására, és ott rendelkezésre bocsájtott a könyvtár. Amint több polci 56-os magyar nyelvű kötet szakirodalom sorakozott, ami bennem a világot fordította ki, hiszen amit én ott olvastam, bármelyik könyvet vettem kezem, az teljesen más írt 56-ról, mint amit még igazat tanultunk, vagy olvastam. Én akkor már 7 éve történelemtudományos munkatárs voltam, nem 1956-ról, de amennyit el lehetett olvasni 56-ról, azt a pár kötetet, azt természetesen kívülről, belülről, belülről, hátulról fújtam, ma is a fejemben vannak az adatok, a nevek és a fraktás. Ezzel szembesülve történeszként rögtön láttam, hogy valami nagyon is megkép. És az ösztöndíjas két hónapon szömét ezeket az anyagoknak a tanulmányozásával folytattam, nem a 16. századnak minden kiküldtek, nem azzal foglalkoztam, amiről persze jobb volt, hogy csöndben maradni. És amikor jöhettem haza, akkor nem volt diplomácia védettség, de mégiscsak honvédségi honvédnek viszont útlevélre jöttünk a vonatot, az azért tiszteletet parancsolt, akkor bizony a zsákok, zacskók aljában nem fejlettem el néhány 56-os kiadványt is hazahozni Budapestre, és tovább folytatott ezeket a tanulmányozását. Úgy éreztem, hogy egy történelem nagy sunkatot találtam meg. Innentől kezdve nem volt mindegy, hogy mit tanít. Addig, ha azt tanítottam, amit én is tanultam, az magából értem. De ha megismerkedtem olyan forrásokkal, olyan könyvekkel, szakkönyvekkel, most nem politikai pamfletekről van szó, szakkönyvekkel, amelyek az ellenkezőjét állítják annak, amit tőlem elvártuk, hanem csak akkor, hogy az ember nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerül. Az idősebbek pontosan tudják a három tét, támogatott útjét. Meg kellett tanálni azt a mestjét, amit még az akkori hatalom eltűr, és nem kell fejjel vonni a
hogy adhatnám tovább. Hiszen jól ismertem az ipari kevés történész szakmunkát, és jól ismertem a világ nyugati oldalának különböző irányzatai forrásadatlanai feldolgozását. Kellett keresnem egy témát, amivel nem keresztezem a témát, az 56-ban korábban foglalkozott a munkásságát. Egy olyan témát, ami viszonylag zárt és kicsit, tehát uralni fogom tudni, hiszen én akkor már a történész pályának a második karnadát jártam be, valójában a pályakezdőt értettem 50-hez. És ekkor volt bennem még azt, hogy meg akartam írni az 1000 éves korabban a történetet egy személyben, nem monográfiában, hanem csatának keresztül. Egyébként megjelent, akkor lett egy 10 részes film, az is lement. A második könyvhöz kerestem 5 kardos témát. És ekkor ez egybeesett takarolnázat találni kérésével, és rádöbbentem arra, hogy nekem nem a forvinköz, hogy a Kiliának nagyon lesz a saját témám, hiszen ezt Őrső László már megírta, vagy nagyon előre a kutatásom szerint ugyanis már is írtak a forvinköz alkalmakban. Nincs hozzá konzultáció, és voltam, hogy 5 kardos témát keresek, és én úgy gondolom, hogy a 20. pedagógus mutatom, ezzel szeretném foglalkozni, keresztelem őt, vagy nem. Még pár év, még más területen vagyok elfoglalva, nyugodtan dolgozom. Úgyhogy ettől a pillanatról kezdődik a együttműködésünk, hiszen a kérdésem, hogy hozzáfordultam, de amikor ő érkezett, hogy a Pest Erzsébet és Soroksági Fordi, a Soroksági Pest Erzsébet előtérbe került akkor, és minden további nélkül megkérdezte, hogy van-e annak, hogy mi meg tudom kérni. Esetleg közöttünk segíteni, konzultálni. Hát annak ellenére, hogy egy azon témán voltunk, a mai szekértáborokba szakadó történész társadalom azt hiszem, hogy példaszerű az, amit mi ketten alkotunk, hiszen soha nem fog kétség ahhoz, hogy láthatóan mondaljuk egymásnak a kéziratainkat, közléseket, a forrásainkat, hogy biztosan lehetünk abban, hogy ez nem fogjuk vissza. Na most ezzel célhoz értünk meg, hogy úgy jutottunk. Na, utána voltunk. Nagyon egyszerűen tűnt a történet. Volt egy október 26-a a Kiskuhonas művészetettel, zárt téma, van levéltári forrásai, nagyon szűkösen, van visszaemlékezés az ezer parancsnok részéről, volt Pest Erzsébeten is egy visszaemlékezés, nem is egy több visszaemlékezés, és ami úgy tűnt, hogy már rendben van, ezt perceken belül össze lehet rendezni, vázlattá és egy rövid időben meg lehet. Van november 4-e, már Kő Andrássék megnyitották, hogy nem Soroksár felülőtt a szovjetusztók befelé a portfóliókba bent kifelé. Ők leírták azt, hogy mit mondtak az ábor szemmarunk, akiket megtudtak szólaltak, mit mondtak a már visszavarkult és már fellélegzett Esztergomékon a sokkatonán. Mindez zárt a történetnek. Három levéltárban volt anyag, hát egy olyan fél év alatt ezek az anyagok végigmentem. Megnyitam a Pest Erzsébeti könyvet előtte egy egykötetes teljes és a tanároknak saját felvételeimben illusztrálva, és úgy hátraöltem. Hát igen, csak rájöttem arra, hogy mindez hézatos. És ahogy én a 2000-es években kijártam a Pest Erzsébet 56-os szövetségi veterániaival beszélgetünk, úgy jöttem arra, hogy viszonylag kevés az, amit a levéltári források. Úgy alakult az életem, hogy akkor egy pár évig nem tudtam kutatást folytatni, viszont 2015-ben, amikor készülünk a 60. évfordulóra, akkor megkeresett, pontosabban megkérdezte a véleményemet, sok irány Géza, viszonylag, hogy egy Pest Erzsébetről megint egy kötetet lehetne írni. Először húzódoztam, hiszen már elindultam, és nem gondoltam, hogy imádnám, utána Tóth József elnök úr adott egy kutatási megbízást azzal, hogy lehetőség szerint a Pest Erzsébeti Szövetség megkísérje a könyvet.
egy ilyen elhatározás, hogy komolyan meg lehet írni egy könyvet, ugye másként ültem a levéltárra. Úgy mentem, de mind a három kocsabban, a fővárosban már nem volt otthon az polgári ellenállás, a törzeti levéltárba és a lábvédkérbe, az állambiztonsági törzeti levéltárba, itt meg soha nem foglalkoztam volna ezekkel a dokumentumokkal. Nem úgy, hogy ismerem, persze ismertem is, cítmáztam, dolgoztam, és könyvben is kérdezik elő, de mégis úgy ültem le, hogy nem ismerem, úgy megyünk neki, hogy minden sort megpróbálok úgy olvasni, mint először látom. Teljesen más kép gondolkozott, nem egyszer, nem egyszer, nem háromszor, mint amit úgy próbáltam magát megpróbálkozni. Hát így lett, így született ez a könyv, ezért volt szükség majdnem egy évtizedre, hogy a Pestelzsébet 52-50 év Pestelzsébetről című könyvet folytatni lehessen, és egyáltalán nem gondolom azt, hogy ez a témában lezárt. Nem csak azért, mert a történés számára nincs lezárt téma, mindig elmegy egy másik forrás, egy másik megközelítés, hanem azért, mert belülről tudom, hogy ennek a jutadói november 4-én összecsapása, amit én úgy írok le, hogy győztes összecsapás, az egyetlen, amit a magyar néphadsereg zárt alakulata együtt a Pestelzsébet és Jósság nemzetőrökkel és két másik nemzet alakulat részeivel, szovjet és moldáviás megosztókok fölött tartott a forró színpad műveletben. Na most ennek az összecsapásnak a legnagyobb per, legnagyobb katonai per volt a következménye, megkorlások időszakának a meccsőkében. Egy másik 56-os légkörben nevelkedtem, óvatatlan, hogy az érzéseim nehezen formálódnak. Hiába tudtam azt történészként, hogy a megtorlások időszakán a bírósági eljárása legalábbis furcsák és támadhatóak, de amikor szembesültem vele, és Puhert Jánosnak a múlt héten is kétszer is megkérdeztem, hogy jól értettem-e, hogy a fellebezési tárgyalás a másodfokban, őket, akiket elsőfokban halálra ítélték, kézlábbilisben lázra verve vitték a tárgyalóterembe. És kérdeztem tőle, te János, Mecsérit is lázra verte? Miért? Persze. Számomra ez elképzelhetetlen volt. A néphadsereg egyik legkiválóbb hadosztályparancsnoka volt, mindenki elismerte a tehetségét. Maléter azért tárgyat vettünk, mert páncélos parancsnokként nagyra értékelte. És a néphadsereg büszkeség egy még nem jogerős ítélet elhangzása előtt kézlábbilincsben a többi halálra ítélt társával együtt viszik bírósági tárgyalást. Hogy ezt egy magát népi demokráciának tekintő rendszer, demokratikus bírósága el tudta rendelni, el tudta nézni. Ez nekem hihetetlen volt, érzelmileg való, itt szakadt el végre az a fonal, ami még az előző évtizedből esetleg megvált. Vagy azok a hamisítások, hogy a két volt áriást, akit elfogtak, kivégezték. Egész pontosan bizonyíthatóan egy Esztergomi övezető gondolájuk, a másik kettő nem lehetett ezt a bizonyítani, és ő az egyik biztosan közlik a bírósága is kimondta, ettől félkül felakasztották. Kezdettől fogva koncepciós a pernek ez a szakasz állítása szerint, és azért jutottam erre az állításra, mert az egyik tétel, amit folyamatosan akartak bizonyítani, hogy három elkövető volt. Igen, mert az már csoportos bűncselek. Annak ellenére, hogy a 68 megkérdezett szemtanúból egyetlen egy sem mondta, hogy hárman jöttek. Senki. A két áviásra. Többször is benne van, a vallomásokban oda van írva, hogy elismerték, hogy Molnár Magyar és Kálmán lőtt. Olyan is volt, aki a következő tárgyaláson újra elmondta, hogy kettő volt, akkor az egyik sem elmondta, magyarul egy. Mégis az ő aláraindulása is rákerült arra, a hamisított vallomásra, hogy azt mondta volna, hogy hárman lőttek erre a két volt tárgyalásra. Most ez olyan hamisítás, amit én bírósági eljárásban nagyon nehezen tudok elfogadni,
és úgy gondolom, hogy ez előbb említett két példa eléggé illusztrálja azt, hogy miért nincs vége ezzel a kötettel a jutalom történetének, és miért érzem azt, hogy kutatni kell, és ha a kutatások eredményei kiérlelnek egy könyvet, akkor a mecsenyüket is meg kell írnom. És bízom abban, hogy akkor ismét találkozunk önökkel. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, megosztották el a könyvet, hogy örömmel elnézést, hogy felkörülünk is. Hosszú voltam, és még egyszer köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy a közöttünk, tudottál, hogy